1957-től ünnepeljük a tejvilágnapját, de konkrét dátuma június 1-je csak 2001 óta van. Felmérések szerint egyre több hazai tejterméket fogyasztunk, a boltok polcain pedig már közel 95%-ban csak Magyarországon készített tejjel találkozhatunk. Sokan nem tudják, hogy a tejfogyasztásnak rengeteg pozitív élettani hatása van. Többek között hatékony az alvászavar ellen, és nem utolsó sorban a benne lévő kálciumra is szüksége van az embernek. A Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium tangazdaságában is foglalkoznak az állattartással, többek között a tehenekkel. 17 tehenünk van, ebből 2 magyar tarka, és van egy magyar tarka vemhes üszünk, ezekkel folytatjuk itt a gazdálkodást. Ezt a gazdálkodást az idézőjelbe tenném olyan szempontból, hogy mivel tanüzem, tangazdaság, itt az elsőrendű cél az oktatás, a gyerekeknek a képzése. Természetesen attól függetlenül próbálunk olyan üzemi körülményeket is biztosítani, és úgy gazdálkodni, hogy azért ebből egy jelentős árbevételt tudjunk az iskolának, illetőleg hát a Déli Agrár Szakképző Centrumnak összehozni. Jelen pillanatban a 17 tehenünkből 14-et fejünk, a többi szárazon áll, ellésre várakozik. Mai nap, illetőleg hát most már hónapok óta folyamatosan azt tudjuk mondani, hogy körülbelül olyan 28 és 30 liter között van a fejési átlagunk, tehát mintha minden egyes tején annyi-annyi tejet adna. A tejünk értékesítése az zömében a tolna tej felé történik, nagy üzem felé, de elég számottevő mennyiség, több száz liter minden hónapban, amit szekszárdiak, környékbeliek, kisvásárlók, magánszemélyek ugye elvisznek. A 14 fejős tehén tehát naponta összesen közel 400 liter tejet ad, ez egy hónapban akár elérheti a 12 000 litert is. A tangazdaság vezetője úgy nyilatkozott, van igény a házi tejre, egyre több magánszemély keresi fel őket és vásárol a mért adatok szerint is kiváló minőségű tejükből. Koncentráltabb, beltartalmasabb tej, frissebb az a tej, tehát ugye szabvány szerint is az a tej, aminek az alkotó részeiből nem veszünk el semmit és nem is teszünk hozzá. Ez pedig már egy kis tejfeldolgozó, sajtkészítő műhely. Kincses Molnár Rózsa épp a Parenyica sajt kinyújtási technikáját mutatja stábunknak. Rózsa 5 évvel ezelőtt keftelésből kezdett el foglalkozni a sajtkészítéssel. Igazából nagyon szeretjük a sajtokat, volt a családban tehén, és akkor így adott volt, hogy hát, ha van tej, akkor próbáljuk meg. Nagyon sokáig azt gondoltam, hogy ennek hobbinak kell maradnia, mert nagyon élvezem, és ez addig fogom élvezni, amíg hobbi, amíg nem kötelesség, muszáj jönni és csinálni. És hát aztán a férjem megelégelte, hogy a panellakás harmadik emeletére 50 liter tejeket kell felhordani, és hát mondta, hogy itt valamit most már kezdeni kell ezzel, és a szüleimet rábeszéltük, hogy itt van egy kis garázs, ami tökéletes lenne egy műhelynek, és tavaly augusztusra átalakítottuk, és akkor azóta kistermelőként itt készítjük a sajtokat. A kincses sajtműhelyben heti szinten körülbelül 500 liter tejet dolgoznak fel, és készítenek belőle mindenféle sajtot. Hosszú távú terveik vannak a hobbinak indult tevékenységgel. Szeretnénk az állatállományt fejleszteni, és hát reméljük, hogy hamarosan kinőjük a műhelyt. Igazából már elég jól be van rendezve, vagy hát már eléggé szépen növekszünk, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan egy nagyobb helyre kell költöznünk. Én azt gondolom, hogy most reneszánsza van ennek, és nagyon sokan a minőségi termékeket szeretnék vásárolni, és igyekszünk, hogy minél jobb minőségi termékeket állíthassunk elő. De bármennyire is fellendülőben van a kistermelői iparág, nem helyettesítheti és nem is befolyásolhatja a nagyüzemi tejtermékgyártást. A szekszárdi székhelyű tejipari cég például az elmúlt 3 évben több mint 80 millió literrel tudta növelni az éves tejfeldolgozását. Most is épp egy nagy fejlesztést hajtanak végre. Mi 2019-ben elkezdtünk egy nagyon komoly beruházási programot, és ez tartani fog egészen 2023-ig, tehát ez egy 5 éven keresztül átívelő fejlesztési program, amelynek keretében 16 milliárd forintos összeggel fogjuk létrehozni azokat a beruházásokat, amelyek a Tolna Tej Zrt-nek a jövőjét meg fogják határozni. Ennek a programnak a keretében egyrészt létrehoztunk 2 milliárd forintos keretösszeggel egy UHT termékcsalád gyártására alkalmas üzemrészt, amellyel nagyon nagy mértékben sikerült növelni az árbevételünket. A fejlesztési programnak a második részében pedig létrehozok Közép-Kelet-Európa legnagyobb kapacitású, éves szinte mintegy 20 millió kilogramm félkemény sajt gyártására alkalmas sajtüzemét,
Én azt gondolom, hogy ez óriási nagy áttörés lesz, és meg fogja határozni a cégnek a jövőjét. Jelenleg nagyságrendileg 13 millió kilogramm sajtot állítunk elő évente. Ezt tudjuk majd az új üzemmel 3, vagy esetleg egy kicsit több év alatt 20 millió kilogrammra emelni. A számok azt mutatják, hogy a Tolna megyei cég fejlődése töretlen. Még a rendszerváltás tájékán körülbelül 90 millió liter tejet dolgozott föl cégünk. Ez a száma már 260 millió éves mennyiséget ért el, de az utóbbi 3 évben is hatalmas volt a növekedés ezen számokon belül, hiszen 3 évvel ezelőtt még csak 180 millió liter tejet dolgoztunk fel. Ezzel párhuzamos a cég árbevételének is a növekedése. 3 éve 30 milliárd forintos árbevételünk volt, a tavaly évben pedig már megközelítette az 50 milliárd forintos árbevételt. Én azt gondolom, hogy Magyarországon még nagyon komoly előrelépési lehetősége van annak, hogy növeljük a magyar termékek arányát a polcokon, hiszen pont a sajt kategória az, ahol nagyságrendileg azt lehet mondani, hogy az értékesített sajtok 45%-a az, ami Magyarországon készült. Nyilván nekünk az a célunk, hogy ez minél magasabb legyen ez a százalékos arány, elérjük valahol a 80-90%-os értéket. A cég napi 800 ezer liter tejet dolgoz fel, melyet az ország 12 megyéjéből 125 partnertől vásárolnak fel. A cég vezérigazgatója elmondta, csak hazai tejjel dolgoznak, így támogatni tudják a magyarországi termelőket. Ennek ellenére azt vesszük észre, hogy a tej és a tejtermékek ára is egyre csak emelkedik. Hart Zoltán, a tejterméktanács ügyvezetője úgy nyilatkozott, az árnövekedést sok tényező befolyásolja. Hát az előző havi átlagár az 111 forint Magyarországon. Ez egy jellemzően havi kötés a szereplőknek jelenteni kell, és ezután megjelenik egy országos átlag. Nagyon fontos tényező még a kiviteli ár, hiszen a hazai nyerstejtermelés 10-12%-át kamionos formában kivisszük, néha nyerstej, néha fölözöttei formájában, és fontos szempont még az uniós átlagár. Ezek azok a képletek, ezek azok a szempontok, amelyekből hát megkapjuk az árat, nyilván ez a tejtermelés a feldolgozó alkúja, szerződésben rögzítik ezt az árat, nagyon sok befolyásoló tényező van, a takarmánytól kezdve munkabéren át, forint-euró árfolyam, különböző input költségek, tehát ez az ár, ez továbbra is a tejtermelés a feldolgozó ügye, nekik kell megállapodni, vagy nekik kell meghatározni egy olyan képletet, egy képletben egy szempontrendszert, amely megadja a tejárát. Például függhet ez a beltartalomtól is, fehérje zsírtartalomtól. Tehát nagyjából ez egy egyszerű kérdés, de egy túl komplex válasz. Ez a tej bekerül, ha nem hagyja az országot, akkor feldolgozóba kerül, ahol különböző irányok szerint feldolgozzák. Ugye fogyasztói folyadéktejek, amikor gyakorlatilag zsírbeállítás, illetve pasztőrözés történik, és ezután kerül a dobozba. A másik irány, amikor magasabb feldolgozottsági fokú termék, tehát több élő munka, vagy több technológia szükséges, vaj, sajt, joghurtok, és hát azt gondolom, hogy hosszan sorolhatnám egészen a túródesszertekig, hogy mennyi minden történhet, mennyi minden tejtermékre találkozhatunk a bolcokban, ugye? Hart Zoltán hozzátette, hazánkban vaj, joghurt és sajtok gyártása terén van még hova fejlődni. Mára elmondhatjuk azt, hogy a fogyasztói folyadéktejek 90, inkább azt mondom, hogy 95%-a Magyarországon került kifejlésre, feldolgozásra, és így került a polcra. Egy-két helyen van még kínálatbővítési jellegű külföldi tej, de azt gondolom, hogy az unió tagjaként igenis lehet a polcon külföldi termék. Itt az a kérdés, hogy ugye milyen egyenlő versenyfeltételekkel kerüljön ide. Sokkal rosszabb a helyzet más termékeknél. Azt gondolom, hogy tejföld túró az, amire azt mondhatnám, hogy ilyen kefír, azt mondom, hogy 80-85%-ban magyar, nyilván itt most termékenként, lánconként eltérő, de a következő már drasztikus eredmény az a sajtoknál. Én azt gondolom, hogy nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy minden második kilogramm félkemény sajt még mindig import eredetű, de ennél is rosszabb a helyzet a vajaknál, joghurtoknál, ahol hát van olyan kis kereskedelmi lánc, hogy a Nébi kutatása alapján, amelynél 15%-ot sem ér el egyes tejterméknél a hazai eredet, vagy 25%-nál áll sok helyen a baj. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos feladat mindannyiunknak. Ugye ezek azt a nyers tejet, amiből ezek a tejtermékek előállíthatók lennének, azokat kivisszük az országból kamionos formában. Amennyiben
És nagyon örülünk annak, hogy szinte minden feldolgozónál beruházás zajlik ma Magyarországon. Amennyiben ezek a beruházások szép lassan befejeződnek a külföldre, ma még külföldre kiszállított tejet itthon tartanánk, itthon dolgoznánk fel, akkor vissza lehetne szerezni ezen polc részeket. Az ügyvezető hozzátette, a tejtermék fogyasztást ösztönözni, bővíteni kell, mert az európai átlagtól még így is el vagyunk maradva.